Egy nagy dobás mellé egy kudarc, miközben az Eger férfi vízilabda csapata a Barcelonetta hazai legyőzésével bejutott a Bajnokok Ligája 6-os döntőjébe, addig tegnap otthon kaptak ki a magyar bajnoki elődöntőben az OSC-től, és a második vereség azt jelenti, hogy amint az utoljára 2007-ben fordult elő, nem lesznek finalisták az OB1-ben. Dabroszky Norbert vezetőedzőt kérdezzük, tehát az érem két oldaláról ő van velünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Norbi, hát gondoltam, hogy akarsz-e beszélni róla, de most tényleg a helyzet komoly, és gondolom, hogy a hatása alatt vagy az eseményeknek. Nem hiszem, hogy túlságosan sokat aludhattál az éjjel. Kezdjük szerintem ezzel a bajnoki elődöntővel. Szóval még zaklatott vagy? Hát mondhatnám, hogy aludtam rá egyet, és akkor hogyan látom, de ez nem igaz, mert keveset aludtam, és nem jó lesz, jól láttad. Úgyhogy hát általában a meccs után az ember gratulál, mert ez a dolga, és el kell ismernem, hogy jobb volt az OSC, hiszen kétszer legyőztek minket. Aztán persze mindig másnap fáj jobban, mikor felébred az ember. Na most, ami feltűnő volt ezen a két mérkőzésen, és az első meccs után is megemlítetted, nem sok változott, tehát nagyon sok gólt kaptatok. Így van. Hát frissebb volt az OSC sokkal, a mi védekezésünk megint lassú volt, ugyanúgy, mint az első mérkőzésen. Megint meglőtték azokat a nagy gólokat, amire úgy gondoltam, hogy talán a második mérkőzésen nem fogják. Úgyhogy hát nincs mit tenni, dolgozni kell tovább. Na most itt volt egy, olvastam az internetes kommenteket, volt egy hozzászóló, aki úgy jellemezte a csatát, hogy a kis Eger kivégezte a nagy Egert. Hát ugye nem tudom, mennyire érzett találónak ez, mert furcsa helyzet volt ez, hiszen rengeteg pólós tőletek igazolt az OSC-hez. Hát igen, ez a pikantériája volt ennek a párharcnak. Melyik a kicsi, meg melyik a nagy, az most attól függ, milyen szempontból nézzük. Igen, igen. Mert nyilván most ők a nagyok, mert ők nyertek. A költségvetésben nem az én dolgom belemenni, megint csak. Úgyhogy nem mondom, hogy nem foglalkoztat ez a dolog, de hát ilyen a sport nyilván. Úgyhogy most... Úgy néz ki, hogy ők jól döntöttek, hogy eligazoltak, majd megnézzük jövőre a BL-ben, mire mennek. Na most ebben a szezonban az OSC-vel ötödször gyűrtétek már egymást. Volt-e, lehetséges-e már ilyenkor meglepő húzás? Tehát, hogy egyszerűen itt annyira ismeri egymást a két gárda, nem? Hát én nem hiszek ebbe, hogy olyan nagyon meglepőt lehet találni, mert vízilabda egy van. Uh-huh. És viszonylag ugyanazon dolgok körül forognak a kérdések. Szezon vége van, mindenki látott mindent, minden fort, minden hátrányt, védekezések, támadások. Nem ez okozta a vesztünket, hogy olyan meglepő dolgokat csináltak volna, amire nem vagyunk felkészülve. Ha össze akarod foglalni a két meccs alapján, mi okozta a veszteteket, annyit már mondtál, amire én is utaltam, sok gólt kaptatok, védekezés összegészében. Gyors értékelés az, hogy néz ki nálad így át nem aludt éjszaka után? Hát volt három olyan szituáció távoli góloknál, ahol megbontottuk a védekezést, nem azt csináltuk, ami egész évben. Ebből kaptunk egyébként pont gólt a Kondorosi úton az utolsót, úgyhogy ezt nem értem, hogy ez miért alakul úgy, mikor egy szerdán abszolút egyszer nem volt ilyen. Úgyhogy nyilván ki kell elemezni. Most tegnap is elmondtam, ezt nem látom másként, hogyha belemegyek abba, hogy mi okozta a vesztünket, hogy fáradtak voltunk, hogy kifacsartak voltunk, hogy nagyon sok meccsünk volt, néha súlyoznunk kellett. Nem akarok ezekről beszélni, mert ezek kifogások lennének, de én úgy gondolom, hogy ezek nem azok, hanem tények. Ezt akarom azért mondani, mert az OSC nemzetközi kupaszereplés hián egy ilyen felkészülési meccsekkel próbált pariban maradni, viszont úgy tűnik, hogy az éles kettős terhelés az hátrányt hozott számotokra, nem? Hát én az első mérkőzésen úgy éreztem, hogy az elején, ahogy kezdtünk, meg ahogy diktáltunk, sokáig mi vezettünk, ott érződött az OSC-n, hogy nincs játékba. De aztán belelendültek, és hát meg kell fizetni mindennek az árát. Tehát nagyon ritka az, ha megnézzük akár futballban, vagy bárhol, a Manchester, vagy a vízilabdában a Zvezda, vagy tavaly a Barcelona megcsinálta, hogy minden fronton nyert, ahol elindult, de azért nem ez az általános. Tehát ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, hogy egy csapat 60 meccsen keresztül két fronton mindenhol a végjátékig eljut.
Ennek is megvan az idei évnek a tanulsága, hogy jövőre ezt hogyan kell csinálni, hogyha esetleg ugyanerre kerülne a sor, hogy ennyire kiélezett a bajnokság meg a BL végig. Na várjál, de hogyha a tanulságokat keresünk, akkor azok között szerepel olyasmi is, hogy például még hosszabb kispadra van szükség? Hát ennél hosszabb kispadot nagyon nem tudok csinálni. Tegnap volt, hogy sort cseréltem, és ugyanúgy megbíztam abba a második hatba, aki bement akkor a vízbe, különben nem tettem volna ezt. Itt nem a játékosok minőségéről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy ugye nehézségeink voltak az év elején, eltiltások, sérülések, betegségek, a Peti Pufi, és nem tudtunk a sok mérkőzés miatt, hiszen ez egy új csapat volt, és nem láttuk ugyanúgy, hogy az Újpest ellen pontot vesztettük, erős a magyar bajnokság, nem tudtunk súlyozni, idézőjelben nem szeretem ezt a szót használni, mini alapozásokat csinálni, de egyedül talán télen, karácsony körül volt lehetőség erre, és hát a BL szereplésünknek az a 3 hét volt az alapja. No, akkor viszont ez itt az érdekes kérdés, hogy innentől viszont ez, tehát hogy a hátrányból előnyt kovácsolni, ez a BL hatos döntőjére újraalapozás, pihenés, regeneráció szempontjából hoz-e majd előnyt számotokra? Hát, hogyha rosszba kell keresni a jót, már pedig mindig kell, akkor ha valamiért ez így történt, akkor én most már próbálom azt hinni, hogy ugye ha bejutunk a döntőbe, az minimum lett volna még egy meccs az OSC-vel, illetve a döntőben is több meccs van, mint a bronzmérkőzésen, és akkor abszolút sansztalannak éreztem volna a barcelonai szereplésünket fizikálisan, mert ugye az is egy sorozatterhelés lesz, 3 nap alatt 3 meccs, sikerül végigmenni. Úgyhogy ez az egy jó dolog, hogy most készülünk a bronzmérkőzésre, de ha az lezárul, akkor több időnk van készülni a BL-re. És ez egy kicsit akkor esetleg még az ambíciókat, meg az álmokat is megemelheti a BL Final Six-et illetően? Hogy lehet több energiátok rá? Hát hogyne. Most nyilván, amikor ezek a sebek egy kicsit beforrnak, akkor megint át kell állítani a fejünket arra, hogy motiváljon minket a bronzérrel. Mert ugye általában az úgy működik, hogy most itt 3 csapat úgy indult neki a bajnokságnak, hogy meg akarja nyerni. Most ebből egy, jelen pillanatban mi, nem játszik még döntőt se. Ilyenkor nehéz megtalálni a motivációt annak a csapatnak, aki aranyról álmodott, hogy egy bronzmérkőzésre játszik, hiszen a Ferencváros meg iszonyatosan motivált, mert őket nagyon motiválja ez a bronzérem. De én úgy gondolom, hogy kutya kötelességünk nekünk ezt a bronzérmet megnyerni, és akkor utána foglalkozhatunk a BL-lel. De most itt egy kicsit még előre foglalkozunk a BL-el, hogyha azt mondja az ember, hogy itt volt ennek a BL-nek a címvédője, amely nem volt képes egyszer sem legyőzni az Egert, és hogyha a következtetni akarunk ebből, és nem azt mondjuk, hogy hát amúgy is ott lesznek rendezőként, tehát ezt a szöveget vesszük elő, akkor ha ránézünk erre a csoportra, akkor mennyire lehetünk merészek a ti esélyeiteket illetően? Hát most a tegnapi nap után nyilván, hogy nem jutottunk be a magyar bajnoki döntőbe, furcsa, amit fogok mondani. Én azt gondolom, hogy az Eger meg tudja nyerni a BL-t. Nyilván a legnagyobb esélyes az a Rekko, de ha megnézzük az utóbbi éveket, akkor nem mindig a legnagyobb esélyes nyer, sőt, többször volt az, hogy a nagy esélyes bukott. 1-2, kérdezem én, hogy tavaly ki mondta volna azt a Final Six előtt, hogy a Barcelonetta fogja megnyerni. És utána még a szuperkupát, meg mindent abban az évben elindul. Annak a 6 csapatnak, aki ott van, abban a 3 napban, aki 3 napig koncentrál és a legjobb formában van, az fog nyerni. Bármelyik csapat nyerhet a 6-ból. Én úgy gondolom, hogy mindegyiknek egy forma esélye van. Ja, világos, én is valami ilyesmire gondoltam, amit mondtál, tehát hogy neked ez lesz a feladatod, ugye nyilván a bronzmeccsre motiválás mellett, hogy ilyen szinten föltüzeld és fölpiszkáld a csapatot, hogy bizony nektek BL-t kellene nyerni, ez kell, hogy legyen az Eger célja, igaz? Így van. Azt nem hiszem, hogy tüzelni kell őket, mert az, hogy bejutottunk a Final Six-be, azért nem a szél fújt minket oda. Hát igen. Tehát ha megnézzük ezt a csoportot, amiről az előbb beszéltél, azért bent van a Barcelonetta, aki tavaly megnyerte a BL-t, és egy nagyon jó csapat, de ebből a csoportból ez a Barcelonetta nem jutott be papíron, mert az olimpiákhoz jutott be. Tehát ő nem volt továbbjutó. És ebből a csoportból mi másodikként tudtunk továbbjutni, amit azért azt gondolom, hogy egy egész éves nemzetközi szereplésnek a mércéje. És ott a játékosokat nem kellett soha motiválni. Rangsorolni kellett, mondom, ha kimondhatom most őszintén, egész évben az én fejemben
egész a playoff kezdetéig a magyar bajnokság háttérbe volt a nemzetközi szintére. Igen, ezt említetted már egyébként. Ha ez van, akkor lehet, hogy a játékosokéban is ez van. Na, pont ezt akartam kérdezni, tehát hogyha mondjuk a szezon elején nem látod előre a fejleményeket, de nagyon őszintén elgondolkodtál rajta, hogy ja, Eger bajnoki címvédő, sokszor nyert már magyar bajnoki címet, a nemzetközi porondon nem ekkorák a sikerei idáig, szóval hogyha előre választani kellett volna, hogy melyik ambicionál jobban, akkor már az elején is a BL-t mondtad volna? Hát... nehéz helyzetbe lettem volna, ha ki kell mondani, mert ezt így nem szabad kimondani. De hát jól látod a kérdést, és abszolút innen közelítettem én is meg. Kaptam egy munkát, Egerben elkezdtünk dolgozni, idén egy teljesen új csapattal, és 10 évig nem volt siker nemzetközi szinten, magyar bajnokság meg magyar kupa volt már. Akkor én úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy mi az út, hogy mit kell előre helyezni, mikor a bajnokság úgyis a rájátszásba dől el. Nyilván ennek most megittuk a levét, mert évközben olyan hátrányt szedtünk össze az alapszakaszban, amivel megkönnyíthettük volna a dolgunkat itt a végjátékba. Azért mondtam az előbb, hogy mindennek megvan nyilván az ára. No, hát meglátjuk, hogy a sors akarta ezt így, Norbi, minden esetre. Hát nem muszáj két cég között a pad alá esni, hanem akkor ki lehet fényesíteni annak az éremnek a másik oldalát, ha úgy adódik majd. Hát jó munkát nektek hozzá. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Én is köszönöm. Szervusz.